Sziasztok! Ez a videó Magyarország egyik legjelentősebb történelmi eseményéről, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról fog szólni. Nem sokkal a Második világháború után Magyarországon Rákosi Mátyás szerezte meg a hatalmat, aki sztálinista módon sanyargatta a népet és teljesen kiszolgáltatta a Szovjetuniónak az országot. Az ország gazdasága és az életszínvonal visszaesett az észszerűtlen gazdaságpolitikai döntések miatt. Rákosi teljhatalmának végül Stálin 1953-as halála vetett véget. Ekkor a sztálinizmussal szakítani akaró új szovjet vezetés kihívta Rákosit Moszkvába, és kötelezték, hogy gyakoroljon önkritikát. Így Rákosi Mátyás csupán csak az MDP főtitkára maradhatott, a miniszterelnöki pozíciót pedig át kellett adni a Nagy Imrének. Nagy Imre 1953. júliusától lett Magyarország miniszterelnöke, és a nép számára kedvező reformokat vezetett be megszüntette a személyi kultuszt, és a törvénytelenül elítélteket pedig szabadon bocsátatta. Ráadásul a gazdaságban is jelentős változást hozott a miniszterelnöksége, hiszen csökkentette az addig erőltetett nehézipari termelést, és az így felszabadult összegeket pedig a mezőgazdaság fejlesztésére és lakásépítésekre fordította. Sőt, még azt is engedélyezte, hogy az emberek kiléphessenek a termelőszövetkezetekből. Nagy Imre reformjai következtében csökkentek az árak és emelkedtek a bérek, így az emberek jobban élhettek, mint Rákosi Mátyás idején. Így nem is meglepő, hogy Nagy Imre népszerűsége óriásira emelkedett. Azonban ezek az intézkedések nagyon nem tetszettek a sztálinizmus híveinek, és különösen is a lefokozott Rákosi Mátyásnak, aki még továbbra is a Magyar Dolgozók Pártja vezetője maradt. Tehát ugyanakkor a hatalma volt, mint Nagy Imrének Magyarországon. Ez a párton belül egy szakadáshoz vezetett. Rákosit a kemény vonalasabb kommunisták, míg Nagyimrét az újítások hívei támogatták. Nagy Imre híveit reformkommunistáknak nevezzük. Kettejük hatalmi harcában kezdetben Nagyimre kerekedett felül, és sikeresen meg is tudta valósítani reformjai nagy részét. Ráadásul még a Rákosi korszakban bebörtönzött politikai elítélteket is kiengedték. Ilyen politikai elítélt volt Kádár János is, aki miután kiszabadult a rabságából, egyből jelentkezett is Rákosi Mátyásnál, hogy kérje tőle az MDP-be való újbóli felvételét. Azonban Nagy Imre számára kedvezőtlen külpolitikai fordulat következett be, amikor a feloszlott Németország nyugati fele, az NSK 1955-ben belépett a NATO-ba, amely az USA katonai szövetsége volt. Ezt a Szovjetunió közvetlen katonai fenyegetésnek értékelte, és a szövetségeseitől egy keményebb politikát követelt meg. Ebben a légkörben sikeres volt Rákosi furkálódása, és elérte, hogy a szovjet pártvezetés kihívja Moszkvában Nagyimrét, ahol leszitták a miniszterelnököt a túlságosan engedékeny politikája miatt, és le is mondatták pozíciójáról. Helyére egy fiatal kommunista, Hegedűs András került, aki Rákosi Mátyás közvetlen híve volt. Alatta lépett be 1955-ben Magyarország is az újonnan alakuló Varsói szerződésbe, amely a keleti töm katonai szervezete volt, és lehetővé tette a szovjet csapatoknak azt is, hogy Magyarországon maradhassanak. Rákosi, hegedűs miniszterelnöksége alatt ugyanazt a politikát kezdte el folytatni, mint régebben, és újra növekedtek a politikai bebörtönzések számai. Az MDP főtitkára azt is akarta, hogy a korábbi miniszterelnök Nagy Imre gyakoroljon önkritikát, és ismerje el, hogy korábbi politikája rossz volt. Azonban meglepetésre Nagy Imre erre nem volt hajlandó, és ezért 1955 végén kizárták a pártból is. Viszont Nagy Imre körül egy értelmiségi csoport tömörült, és sokan látogatták a lakását az egykori miniszterelnöknek. Tovább nehezítette Rákosi Mátyás helyzetét, hogy a hidegháborúban egy enyhülési folyamat következett be az Egyesült Államok és a Szovjetunió között. Ennek jeleként 1955. májusában megkötötték az osztrák államszerződést, amely értelmében Ausztriából egy semleges és független állam lett. Pár hónappal később pedig Genfben tanácskozott az amerikai és a szovjet vezetés, ahol a két állam közeledett egymás felé. Ennek a közeledésnek eredményeként 1955. decemberében a szovjet csatlós államokat, köztük Magyarországot is felvették az ENSZ-be. Ráadásul Rákosi számára végzetesnek bizonyult az az esemény is, hogy Russov 1955-ben Belgrádba látogatott, ahol kibékült titóval, és elismerte annak külön utas politikájának legitimációját. Ezzel újraértelmezte a jugoszláv kapcsolatokat a kommunista blokk országai számára. Emellett még 1956. februárjában az SKP egyik kongresszusán a szovjet párt főtitkár elítélte a sztálinizmust, így Rákosi külpolitikai pozíciója egyre jobban megingott. A magyarországi reformkommunisták egyik legjelentősebb csoportja a Petőfi Kör volt, amelyben kommunista értelmiségiek tartottak különféle előadásokat és Nagyimre programját támogatták. Ők 1956 márciusától kezdve rendezvényeket tartottak. Rákosi pozíciója a külpolitikai változások következtében egyre jobban meggyengült, és így egyre több embert engedtek ki a börtönökből és rehabilitáltak. Ráadásul Nagy Imrét születésnapja alkalmából június 7-én 50 ember fel is kereste lakásában, köztük olyan népszerű személyek is, mint Kodály Zoltán vagy éppen így és Gyula. Szintén nehezítette Rákosi helyzetét, hogy 1956. június végén Poznánban egy munkás felkelés tört ki, amely eredményeként végül egy lengyel reformkommunistát, Gumulkát nevezték ki az ország élére. Ez tovább bátorította a magyarországi reformkommunistákat. Rákosi ekkora már teljesen elvesztette Moszkva támogatását, és a jugoszláv kapcsolatok normalizálódása miatt még azt is el kellett ismernie Stálin legjobb tanítványának, hogy személyes felelőssége volt a pártársa Rajk László kivégzésében, akit ártatlanul ítéltek halára. Végül 1956. júliusában menesztették Rákosi Mátyást Magyarország éléről, és a Szovjetunióba szállították. Rákosi helyérek Hruscsov Gerő Ernőt nevezte ki, aki a lehető legrosszabb választás volt, mivel a nép úgy gondolta, hogy annyiban különbözött egyedül Gerő Rákositól, hogy neki volt haja Rákosinak meg nem. Így Gerőt hasonlóan gyűlölték, mint elődjét. Gerő tehát szintén nehéz helyzetben volt, mivel a reformkommunisták egyre aktívabbak voltak az országban, és szeptemberben többször is követelték Nagy Imre rehabilitálását. Ráadásul 1956. október 6-án az egykori kivégzett kommunista vezető Rajk László újratemetésén egy hatalmas több tízezeres tömeg gyűlt össze. Ezen a temetésen nem magát Rajkot siratták, hanem a rendszer ellen tiltakoztak, és az esemény után az egyetemisták még tüntetéseket is szerveztek. Rajt László megítélését jól szemlélteti az az anekdota, amelyben a felkelők egymás között beszélgettek, és az egyikük azt mondta, hogy ha most a Laci látna minket, de közénk lövetne. Az esemény után ilyen jelmondatokat is kandáltak az emberek a tüntetéseken, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. Rajk László újratemetése után felgyorsultak az események Magyarországon. Október 13-án hivatalosan is rehabilitálták Nagy Imrét. Három nappal később, október 16-án pedig Szegeden megalakult a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, a MEFESZ. Ez egy óriási fordulópont volt, mivel ennek a vezetését saját maguk közül választották ki az egyetemisták, tehát nem látott rájuk a pártvezetés. Ez a korábbiakban elképzelhetetlen lett volna. A MEFESZ-hez egyre több egyetemi hallgató csatlakozott a többi nagyvárosból is. Az egyetemisták október 22-én éjszaka a műegyetem mellett megfogalmaztak 16 pontot, és elhatározták, hogy másnap egy szimpátia tüntetést fognak szervezni a reformkommunista lengyel kormány irányába. Ez a 16 pont négy csoportra volt osztható. Voltak olyan részei, amelyek a külpolitikával foglalkoztak. Ezek főként arról szóltak, hogy a szovjet-magyar kapcsolatok egyenrangúak legyenek, és vonják ki a szovjet katonákat az országból. A második csoport az ország politikai rendszerének megújításával és a sztálinista vezetők felelősségre vonásával foglalkozott. Itt többek között Nagy Imre miniszterelnökké való kinevezését, több pártrendszert és a korábbi magyar vezetők megbüntetését követelték a magyarok harmadik csoport a gazdasággal és a társadalompolitikával foglalkozott. Itt a magyar adottságokhoz igazították volna a tervgazdálkodást. Végül pedig a negyedik csoport a nemzeti szimbólumokról szólt, amelyben az egyetemisták a Rákosi címer eltüntetését, március 15-e nemzeti ünnepén nyilvánítását és a Sztálin szobor ledöntését követelték. Az egyetemisták másnapra tehát egy szolidaritás tüntetést szerettek volna szervezni a lengyelek felé. Ezt közölték is a pártvezetéssel. Csak hogy az MDP vezetői közül a legfőbb emberek nem voltak otthon, mivel Gerő Ernő és Hegedűs András ekkor éppen Belgrádban tárgyalt Titóval a magyar-jugoszláv kapcsolatok normalizálásáról. Így a legjelentősebb itthon maradt vezető Piros László belügyminiszter volt. Piros elég határozatlannak bizonyult, és kezdetben be akarta tiltani a tüntetést. Az egyetemisták azonban kijelentették, hogy akkor is felvonulnak, ha nem engedi Piros nekik így végül engedélyezte a tüntetést, sőt, még a kommunista párt budapesti szervezeteit is felszólította, hogy csatlakozzanak a megmozduláshoz, és akadályozzák meg, hogy elfajuljon az esemény. Október 23-án az egyetemisták a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkara közelében a március 15-e téren gyülekeztek délután három órakor. Itt egy 10-15 ezer fős tömeg gyűlt össze, és Petőfi Sándor szobra előtt egy fiatal színész, Sinkovics Imre elszavalta a nemzeti dalt. Ezt követően a tömeg a kiskörúton keresztül a Bemtérre vonult. A menet közben csatlakoztak hozzájuk a délelőtti műszakból hazaérkező munkások is. Így a Bemtérnél már egy 50 ezeres tömeg gyűlt össze. A vonulás közben olyan szövegeket kiabáltak, mint hogy Bemapó és Kosút népe együtt megyünk kéz a kézbe. Vagy a Nagy Imrét a kormányba, Rákosít a Dunába jelmondat. Ekkor kezdték kiabálni a ruszkik hazakiáltást is, amely a szovjet csapatok kivonására vonatkozott. Szintén a vonulás közben történt, hogy a magyar zászlók közepéről kivágták a gyűlölt rákosi címert. Az így keletkező lyukas zászlók a forradalom jelképévé váltak. A Bemtér 50 ezres tömege folyamatosan bővült, és este 6 óra körül már közel 200 ezresre nőtt. Itt a tömeg már akkora volt, hogy irányíthatatlanná vált, így három részre oszlottak egy időben. A tömeg legnagyobb része a parlament elé ment, ahol Nagy Imrét akarta hallani. Nagyimre Imre este 9-kor egy beszédet is mondott nekik a parlament előtt, amelyben igyekezett volna megnyugtatni a forradalmárokat, és biztosította őket a felől, hogy visszaállítják az 53-as reformokat. Azonban a tömegnek ekkorra ez már nem volt elég. Ráadásul Nagy Imre nem várt kellemetlenségbe is botlott, mivel beszédét úgy kezdte volna, hogy eltársak, mire a tömegből többen is kiabáltak neki, hogy nem vagyunk mi elvtársak. Így Nagy ezután beszédét inkább a honfitársaim magyarok megszólítással kezdte. Mivel Nagy Imre beszéde nem elégítette ki a forradalmárokat, ezért azok a parlament elől elindultak egy másik helyszínre, a Magyar Rádióhoz, hogy beolvassák benne követeléseiket. A tüntetők egy másik csoportja a Városligetnél tartózkodott, és már délután 6 óra körül gyülekeztek. A Városligetben egy 10 méteres talapzaton állt a szovjet diktátor Stálin 8 méter magas bronzszobra. A szobor az elnyomásra emlékeztette az embereket. Ráadásul az is idegesítette az embereket, hogy miatta le kellett dönteni a Regnum Marianum templomot, amely helyére építették szálin szobrát. Ráadásul a monumentális 8 méteres alkotást olyan más szobrok beolvasztásával készítették el, mint Tisza István, András Gyula vagy éppen Görgei Artúr szobra. A szobrot végül fél tíz körül le is döntötték. Szálin szobrát a csizmájánál fűrészelték el, így a köznyelvben humorosan csak csizmatérnek hívták innentől kezdve a helyet. A ledöntött szobrot darabjaira törték, és a lefűrészelt fejét pedig egy teherautóval bevontatták a Blaha Luisa térre, a Nemzeti Színház közelébe. Itt több gúnyos feliratot is ráírtak, és még egy zsákutca táblát is ráhelyeztek a felkelők. A tüntetők harmadik csoportja pedig a Bródi Sándor utcába ment, ahol követelték, hogy olvassák be a rádióba a 16 pontjukat. A rádió épületében azonban fegyveres AVH-s őrség tartózkodott. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy Nagy Imre beszéde előtt egy órával este nyolckor nemhogy nem olvasták be a felkelők követeléseit a rádióba, hanem még az aznap reggel hazaérkező Gerő Ernő beszédét közvetítették, aki egy nacionalista tüntetésnek minősítette a megmozdulásokat, és kemény retorziót helyezett kilátásba. A feszült helyzet során egy félreértés miatt az AVH-sok tüzet nyitottak a forradalmárokra, akik azonban nem iedtek meg, és a közeli gyárokba és katonai laktanyákba mentek, ahonnan fegyvereket szereztek és megosromolták velük a rádiót. Ráadásul még a Magyar Honvédség közül is több katona átállt a felkelők közé, és letépték sapkájukról a vörös csillagot. Végül kemény küzdelmek árán másnap reggelre sikerült bevenniük a rádió épületét. Október 23-a éjjelén Gerő kérésére szovjet csapatok érkeztek Budapestre, hogy leverjék a megmozdulást. Azonban a magyarok visszalőttek a szovjet tankokra, és a város több helyén is fegyveres ellenállást fejtettek ki velük szemben. Ilyen fegyveres gócpont volt a Széna tér, a Baros a Móricz Zsigmond körtér, vagy éppen a Korvin negyed, amely a leghíresebb helyszínévé vált a felkelőknek. A Korvin a nagykörút és az Üllői út találkozásánál fekszik Budapesten egy kifejezetten jól védhető helyen. Ráadásul a Pongrácz Gergely vezette ellenállókat az is segítette, hogy a Korvin mozi mögött a mai pláza területén korábban egy benzinkút állt, ahonnan hozták a felkelők a benzint a Molotov koktélokhoz. A Molotov koktél egy flakon volt, amelyet megtöltöttek benzinnel, és beleraktak egy rongyot, majd felgyújtották. Az így keletkezett fegyvert pedig a házak ablakaiból rádobálták a szovjet tankokra, amik emiatt felgyulladtak. Az ellenállók bátran szembeszálltak a szovjetekkel. Többségük fiatal munkás és ipari tanuló volt. De akad közülük volt frontkatona, tisztviselő, egyetemista, sőt még tizenéves fiatalok is, akiket pesti srácoknak neveztek. Az ellenállók nagyjából pár ezeren lehettek, viszont ami ennél jóval fontosabb, hogy a lakosság többsége őket támogatta. Így könnyedén bemehettek a lakások ablakához kidobni egy-egy molotov koktélt a tankokra. Ez a fajta városi gerilla harc nagyon sikeresnek is bizonyult, mivel a felkelők jól ismerték a terepet, és nagyon gyorsan tudtak helyzetet változtatni, míg a szovjet tankok pedig kifejezetten nehézkesen mozogtak a szűk utcákban. Ezért sokszor csak vaktában lövöldöztek a szovjetek. A felkelőknek nem volt egy egységes ideológiájuk. Voltak közöttük kommunisták és antikommunisták is. Egy közös céljuk viszont volt, visszaszerezni Magyarország nemzeti függetlenségét és megszüntetni a diktatúrát. Tovább fokozta az MDP baját, hogy október 23-án számos demonstráció volt az ország más nagyvárosában is, amelyek során sok esetben az avh vezetők a tömegbe lőttek, és fegyvertelen emberek haltak meg. Ilyen durva események történtek Mosó-Magyaróváron, Esztergomban és Tiszakécskén is. A legjelentősebb vidéki sikereket Győröt, Miskolcon és Debrecenben érték el a forradalmárok, ahol sikerült is átvenniük a vezetést a város felett pártvezetés megpróbálta volna leszerelni a felkelőket azzal, hogy október 23-a este kinevezték Nagy Imrét miniszterelnökké. Viszont a felkelőknek ez még önmagában nem volt elég. Gerő Ernő október 24-én reggel kiárási tilalmat rendelt el, és rádióbeszédében ismét fasiszta reakciósoknak és ellenforradalmároknak minősítette a tüntetőket. Ekkor még Nagy Imre és Kádár János is elítélte az eseményeket, és mindketten kérték rádióban a felkelőket, hogy hagyják abba a harcot. Azonban az MDP politikusai hiába próbálkoztak. A felkelők nem tartották be a kiárási tilalmat, és továbbra is fegyverrel szálltak szembe a szovjet katonákkal. Ezért a pártközpontban egy katonai bizottság alakult Münik Ferenc, Nógrádi Sándor, Fehér Lajos és Mező Imre vezetésével. Ez a bizottság megbízható kommunistákból és AVH-s egységekből állt, és egy ellentámadásra készültek a forradalmárokkal szemben. Ebben a helyzetben maga a miniszterelnök Nagy Imre is ingadozott végül 24-én este úgy döntött, hogy feloldotta a kiárási tilalmat, és felszólította a budapestieket arra, hogy vegyék fel a munkát. A kiárási tilalom csak este 6 és reggel 6 óra között maradt érvényben. A kiárási tilalom megszüntetése következtében október 25-én délelőtt még a 23-ainál is nagyobb tömegek vonultak fel város szerte. Egy 5000 fős békés tüntető tömeg délelőtt 11 órakor a parlament felé tartott. Azonban ekkor egy váratlan dolog történt, ugyanis a környező házak tetejéről valószínűleg az AVH-sok tüzet nyitottak a fegyvertelen tömegre, ami szétszélett. Ennek a vérengzésnek nagyjából száz halálos áldozata és rengeteg sebesültje lett. Az esemény óriási felháborodást keltett a magyarokban, és innentől kezdve az AVH-sok ellen igazi hajtóvadászat indult. Az egész forradalom során 28 embert végeztek ki a felkelők, ebből 23 AVH-s volt. Egyelőre még a parlamentnél történt események sem állították nagyim a forradalom mellé. Ő és Kádár János is rádióbeszédet mondott, aznap délután három órakor, és mindketten ellenforradalomnak titulálták az eseményeket, és felszólították a felkelőket, hogy tegyék le a fegyvert. Október 25-én egy másik nagyon fontos esemény is történt. Mivel két szovjet tanácsadó, Mikoyan és Szuszlov tanácsára az MDP menesztette Gerő Ernőt, és a helyére Kádár János nevezték ki. Október 26-ára Nagy Imrében tudatosult az a tény, hogy kormányának két lehetősége van. Az egyik az az, hogy a szovjet csapatokra támaszkodva leveri a felkelést. Ezt támogatta a katonai bizottság is, amely vezetésében Münik Ferenc és Apró Antal azt tanácsolta Nagy Imrének, hogy kérje a korvin közlégi támadását. Erre a miniszterelnök nem volt hajlandó. Nagy Imre másik lehetősége az volt, hogy a felkelés élére állhatna és elfogadhatná a követeléseket. Ezt az álláspontot Losonci Géza és Donát Ferenc szerette volna elérni. Végül súlyos lelkitusa között Nagy Imre a második lehetőséget választotta, és október 27-én a forradalom mellé állt. Nagy Imre döntési gyötrődését mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy október 27-én még egy rövid ideig tartó kisebb szívroham is érte a miniszterelnököt, amely során kis időre még az eszméletét is elveszítette. Nagy 27-én reggel átalakította a kormányát, amelyben helyet kaptak kevésbé népszerűtlen kommunista politikusok és a kisgazdapárt egykori vezetői is október 28-án reggel a szovjet csapatok egy újabb támadást indítottak a Korvin köznél. Mivel Nagy Imrével ezt nem beszélték meg előre, ezért a magyar honvédség egyik vezére, Maléter Pál ezredes megtagadta a részvételét a harcban, a korvinközi felkelők pedig visszaverték a szovjet tankokat. Továbbjavította a felkelők helyzetét, hogy Nagy Imre rádióban közölte az előző napon eldöntött álláspontját, és az ellenforradalom helyett immár egy nemzeti demokratikus forradalomnak nyilvánította az eseményeket. Ennek következtében egy tűzszünetet is elrendel délben. A 17 óra 25 perckor leadott rádióbeszédében pedig már azt közölte a miniszterelnök, hogy a szovjet csapatok hamarosan elhagyják Budapestet és az országot. Továbbá elismerte a felkelés alatt létrejövő szervezeteket. A felkelők számára pedig megalapította a nemzetőrséget, amelyben a korábbi felkelőket beintegrálta a fegyveres alakulatai közé. Az újonnan alapult testület vezetője Király Béla lett. Szintén jelentős bejelentés volt nagytól, hogy a harcosoknak teljes amnestiát ígért. Bejelentette azt is, hogy az AVH feloszlik. Ráadásul nemzeti ünnepé emelte március 15-ét, és visszaállította a régi Kossuth címert is. Illetve meghirdetett egy új gazdaságpolitikát is, amelyben leszögezte, hogy véget vet az erőszakos tss Ezzel a bejelentéssel Nagy Imre kormánya összhangba került a felkelőkkel. Ráadásul Nagyimre ezeket a reformokat azután jelentette be, miután egyeztetett a budapesti szovjet nagykövettel, Andropovval, így úgy tűnt, hogy Moszkva is engedélyezi a magyar változtatásokat, és egy Jugoszláviához hasonló státuszt tud majd kiérdemelni Magyarország. Október 30-án egy nagyon véres esemény történt. Ugyanis a forradalmárok megostromolták a köztársaság téren az MDP pártszékházát. Az épületet azért kezdték el ostromolni, mivel hiába oszlatta fel Nagy Imre az AVH-t, 46-an mégis ott maradtak védeni a székházat. Ezzel illegális fegyveres csoportként működtek. Ráadásul ezek az AVH-sok több ártatlan forradalmát is fogjulejtettek. A magyar felkelők egy titkos, föld alatti börtönt is sejtettek a székház alatt. Így néhány nemzetőr meg akarta vizsgálni a székházat belülről. Azonban az AVH-sok nem engedték be őket, és még el is kezdték lőni a nemzetőröket, amelyel felrukták az érvényben lévő tűzszünetet is. Ezért a nemzetőrök, a katonák és a rendőrök közösen megostromolták a pártszékházat. Azonban az AVH-sok kedvezőbb helyen voltak, mivel az ablakok mögül mesterlövészeik nagyobb károkat tudtak okozni a szinte védtelen felkelőkben, mint azok bennük. Nagyon sok halott és sebesült terült el a pártszékház előtt, így mentők érkeztek meg Viszont az AVH-sok őket sem kímélték, és agyon lőtték a mentősöket is. Végül egy hosszas ostrom után a székházat védő parancsnok Mező Imre pár emberével egy fehér zászlót tartva kiött tárgyalni a nemzetőrökkel. Azonban a székház épületéből hátulról hátba lőtték mezőt és társait, így azok sebesülten a földre estek. Tehát az ostrom nem állt meg, és végül nagy nehezen a forradalmárok sikeresen bevették az épületet. Az AVH-sok többsége azonban ekkora már a szomszédos házak udvarán át elmenekült. Így az ott maradt AVH-sokon álltak bosszút a felkelők, és húsz embert ki is végeztek és meglincseltek. Ráadásul még a holtestüket is meggyalázták és fellógatták az AVH-soknak. Szintén október 30-án kezdte meg Nagyimre kormánya az ígéreteit megvalósítani. Ezen a napon feloszlott az MDP, és helyette egy új párt, az MSMP, tehát a Magyar Szocialista Munkáspárt jött létre. Az msmp t Kádár János hozta létre, és ő lett az első elnöke is. Kádár ekkor még mindenben együttműködött Nagy Imrével, és kiállt a forradalom mellett is. Az MSZNP mellett újjá alakultak a régi koalíciós pártok. Először a független kis gazdapárt október 30-án, majd másnap a szociáldemokrata párt és a nemzeti parasztpárt is. Szintén egy jelentős tett volt, hogy a nemzetőrök egy csoportja kiszabadította házi őrizetéből az esztergomi érseket Mincenti Józsefed október 31-én. Ezt követően Budapestre hozták mincentid diadalmenetben, amely során mindenhol harangzúgás és tömeg megfogadta a bíborost. A különböző gyárak üzemeiben pedig dolgozókból álló munkástanácsok jöttek létre. Ráadásul Nagy Imrék Andropovnál elérték azt is, hogy a szovjet csapatok kivonuljanak Budapestről. Így úgy tűnt, hogy ez a követelés is teljesülni fog. Azonban, mint később kiderült, ez csak egy álca volt a szovjetek részéről, mivel a szovjet katonák a vidéki laktanyákba mentek és körülzárták Budapest városát. A magyarok mit sem tudtak arról, hogy Ruscsov október 31-én úgy döntött, hogy leveri a magyar forradalmat. Ezt amiatt tehette meg gördülékenyen, mivel 1956. október 29-én kitört a szuezi válság. A szuezi válság során a szovjet támogatást élvező egyiptomi elnök Nasser államosította a szuezi csatornát. Így megszerezte a stratégiai közlekedési pontban lévő területet, és megnehezítette a brit és francia kereskedelem útját. Ezért az USA támogatását élvező Izrael a britekkel és a franciákkal szövetkezve megtámadta Egyiptomot. Az Egyesült Államok számára a földközi tenger és a vörös tenger feletti átjáró sokkal fontosabbnak bizonyult, mint a kelet-európai Magyarország helyzete. Így azt fontosabbnak tartotta ellenőrzése alatt tartani. Ráadásul Hruscsov nem segítette Nassert, hanem visszavonta csapatait Egyiptomból, így az amerikaiak tájékoztatták arról, hogy nem fogják Magyarországot katonailag segíteni, és rábízták a szovjetekre. Ezen kívül még az ENSZ számára is sokkal fontosabb volt a kulcspozícióban lévő szuezi csatorna biztonsága, mint Magyarország helyzete. Így lényegében Nagy Imre kormánya külföldi segítség nélkül maradt, de erről ők még nem tudtak, és abban a tévhitben voltak, hogy a nyugati országok támogatják a megmozdulásukat. Ruscsov miután úgy határozott, hogy leveri a magyar forradalmat, november 1-én ki is adta a parancsot a Varsói Szerződés főparancsnokának, Konyev Marsalnak, hogy verje le a magyarországi eseményt. Ráadásul aznap délután még Kádár Jánost és Münik Ferencet is Moszkvába szállították a szovjetek. Kádárék kiutazásának a megszervezésével Ruscsov Leonid Brezsnyevet bízta meg. Kádárékat először a budapesti szovjet nagykövetségre hívták tárgyalni, majd onnan autóval a tököli szovjet bázisra vitték őket, ahonnan két külön repülővel Moszkvába szállították a két kommunistát. Moszkvában Kádárt választottak ki az új magyarországi vezetőnek, mivel ő nem volt olyan szigorú keményvonalas, mint Münik Ferenc. Kádár vállalta is a ráosztott szerepet. Ekközben Magyarországon október 31-én Nagy Imrét tájékoztatták a szovjet csapatok csapatmozgásáról, és ezért többször is magához hivatta Andropovot. Azonban a szovjet nagykövet rendre tagadta, hogy támadás készülne Magyarország ellen. Viszont Nagy Imrét ennek az ellentétéről tájékoztatták rendre, így rájött, hogy becsapják a szovjetek. Ezért november 1-én bejelentette délután 6 órás rádióbeszédében, hogy Magyarország kilép a barsói szerződésből és egy semleges állammá alakul. Továbbá kérte az Egyesült Nemzetek Szervezetét is, hogy ismerjék el Magyarország semlegességét és tűzzék napirendre a magyar kérdést. Azonban az ENSZ-ben most egy számukra sokkal fontosabb dologgal a szuezi válság megoldásával foglalkoztak, így Nagyimre ezen próbálkozása nem járt sikerrel. Szintén november 1-én Nagyimre rádióbeszéde után Kádár János beszédét közvetítették a rádióban, amelyben Kádár egy dicsőséges forradalomnak bélyegezte az eseményeket, és bejelentette az MDP megszűnését és az MSZMP létrejöttét. Azonban ez egy délelőtt felvett hangfelvétel volt, mivel Kádár ebben az időben már éppen Moszkvába utazott egy repülőn. A célként kitűzött semlegességet és a demokráciát másnap Nagy Imre úgy próbálta megerősíteni, hogy egy új kormányt jelölt ki maga mellé. Ebben a 12 tagú kormányban Nagy Imre miniszterelnök mellett csupán két msmp s politikus kapott helyet. Szintén három ember került be a kormányba, a független kisgazdapárból és a szociáldemokrata pártból is. Rajtuk kívül még két képviselő került be a nemzeti parasztpárból. Bekerült a kormányba még párton kívül Maléter Pál ezredes is, aki honvédelmi miniszter lett. Kis érdekesség, hogy Nagyimre kormányában helyet kapott az a Kádár János is, aki pont ebben az időben vállalt el Moszkvában, hogy a forradalom leverésének az élére áll, de erről nagyimre mit sem tudott. Végül 1956. november 4-én megindult az úgynevezett forgószélhadművelet amely során vasárnap hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak Budapest ellen. A magyar honvédség azonban nem fejtett ki ellenállást. Mivel vezetőjüket Pált a szovjetek már korábban törbe csalták, így a hadsereg nem kapott parancsot a védekezésre. A nemzetőrség vezetője, király Béla szintén nem adott ki parancsot az ellenállásra, mert a szovjet túlerő miatt ezt reménytelennek ítélte meg. Ezzel ellentmondott Nagyimre miniszterelnök fél hatkor leadott rádió nyilatkozata amelyben azt mondta, hogy a szovjet csapatok megtámadták Budapestet, és hogy a kormány a helyén áll, és a magyar csapatok ellenállnak. Viszont, mint később kiderült, ez a valóságban nem volt igaz. A szovjet páncélosok tehát viszonylag gyorsan átvonultak Budapesten, és már reggel 8 órakor a parlament elé értek. Eddigre már a parlamentből szinte mindenki elmenekült. A kommunisták többsége a jugoszláv nagykövetségre, míg Mincent József bíboros pedig az amerikai nagykövetségre menekült. Ezt követően már többször nem is sugározták Nagy Imre rádióbeszédét, és a szovjetek egy másik rádióvonalon egy új üzenetet indítottak el. Ez Kádár János beszéde volt, amelyet munkácsvárosában városában kezdtek el sugározni, és ebben Kádár elmondta azt, hogy egy magyar forradalmi munkásparaszt kormány alakult, és hogy a szovjet hadsereg segítségével Kádárék harcot hirdetnek majd az ellenforradalom ellen. Budapesten egyedül csak a pesti srácok nem tették le a fegyvert a szovjet túlerő láttára sem. Kezdetben nagyimre rádió beszéde miatt majd később dacból sem akarták megadni magukat a szovjeteknek, és bíztak a nyugati segítségben is. De a segítség nem jött, és végül hosszas küzdelmek után felszámolták az ellenállást. Az utolsó ellenállási gócpont Csepelen tartotta magát a legtovább, de november 11-ére őket is leverték a szovjetek. Ráadásul november 22-én még Nagy Imrét is kicsalták a menedékhelyéről, úgyhogy büntetlenséget ígértek neki, de valójában elfogták és Romániába szállították, majd később ki is végezték a magyar miniszterelnököt. Kádár Jánost és héttagú kormányát november 7-én hozták a fővárosba a szovjet csapatok. Ők kegyetlenül megtorolták a forradalomban való részvételt. Az 1956-os forradalom és szabadságharc során nagyjából 2500 ember esett el Magyarországon. Ezeknek 44%-a 25 év alatt volt, 58%-uk pedig fizikai dolgozó volt. A halálesetek 78%-a Budapesten történt. Így elmondhatjuk, hogy az 56-os fegyveres összecsapásokban főként a budapesti fiatal munkások vettek részt. De a forradalom országszerte óriási hatást ért el. Szintén a forradalomhoz kapcsolható, hogy miután a szovjet csapatok leverték a magyar szabadságharcot, tömegével diszidáltak a magyarok, és kb. 200 ezer magyar hagyta el az országot. Köztük olyan híres emberek is, mint az aranycsapat sztárja Puskás Ferenc. Az 1956-os forradalom jelentősége megkérdőjelezhetetlen mind a mai napig. Az események a magyarokat rádöbbentették arra, hogy külső segítséget nem kaphatnak a nyugattól függetlenségi harcukhoz. Viszont a véres megtorlás ellenére pozitív eredményei is lettek az 56-os eseményeknek, mivel a szovjeteket is ráébresztették arra, hogy a magyarokat nem lehet úgy elnyomni, mint az oroszokat, így Kádár János kormánya egyre nagyobb engedményeket kapott a szovjet és szép, lassan az ország a kommunista blokk legvidámabb barakjává vált, de ez már egy másik történet. Ez volt az 1956-os forradalmat és szabadságharcot bemutató videó. Ha tetszett, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára.